Na hát szavaztok, úgy gondoltam, hogy régebben is volt már bennem ilyen készítés, hogy naplót írja, csak aztán valahogy mindig így ráuntam, vagy nem tudom mi volt a történet. Minden esetre most úgy gondolom, hogy ha már elindult a genyeszeny, akkor csinálok én is magamnak egy vlogot, így ez több okból is tök király lesz, egyrészt, hogy tudom gyakorolni a vágást. Mert egy csomó képi anyag lesz róla, aztán majd tudom mutogatni az unokáimnak, hogyha lesznek. Bár mondjuk én már lehet, hogy ezt a folyamatot átugrom, és akkor nem is lesznek gyerekeim, hanem rögtön unokáim lesznek. Ezt még nem tudom, hogy oldom meg. Minden esetre bármi is legyen, öregkoromban jók lesznek majd ezek a felvételek, jókat fogunk majd rajta röhögni. Ha egyáltalán akkor lesz még videózás, vagy bármi, de lehet, hogy akkor már csak a tudatunkkal így rágondolunk dolgokra, és akkor visszajönnek, nem tudom. Minden esetre most készülődés van a hétvégére. Egyrészt a genyeszenyet próbálom meg szervezgetni, mindenféle éttermekbe fogunk majd elmenni és szendvicseket fogunk csinálni. Ez baromi jó lesz, higgyétek el, hogy tessék nézni a genyeszenyet is. Illetve közben, hát egy börzsönytúra lesz a hétvégén. Ime börzsöny. Jelenleg ez még csak térképileg van így. Itt terveződik a dolog, Dunakanyar, stb. Stb. Úgyhogy most ezeket írom össze és próbálok rájönni arra, hogy mit érdemes megnézni ott a börzsönybe, mert még ott nem igazán voltam. Közben pedig Alex Clair-t hallgatok, mert hogy még egy Alex Clair koncert is be fog figyelni a héten, úgyhogy nagyon frankó. Természetesen a börzsönytúráról is majd jelentkezek, és ami érdekesség lesz, még a héten egy interjút is fogok adni. Hogy ez mi lesz, az majd később kiderül, addig is lehetek jók.